mostan puszta, ám igazán a puszta. Mert az az ősz olyan gondotlan rossz gazda. Amit a kikelet és a nyár gyűjtöget, ez nagy könnyelműen mind elfecséreli. A sok kincsnek a tél csak hűlt helyét leli. Elnémult a határ, csendes a táj decemberben. A pusztát fagyos hózáport hozó metszőszelek uralják. Egy-egy árva, éhes madár ugrál a bokrok kopaszágain. Élelmet csak a hodályok közelében talál, ahol meg annyi jószág búsan várja, hogy jobbra forduljon az idő, elérkezzen a téli napforduló, győzzön és újjászülessen az éltető nap. A téli napforduló minden kultúrában egy rendkívül jelentős pillanat, a fény születésének a pillanata, amely a keresztény kultúrában Jézus születéséhez kapcsolódik. December 4-én, Borbála napján csendesen pihen a rokka és a tű. A néphagyomány szerint ilyenkor tilos fonni, mert a fonal kóccá válna. A varrás is tiltott, mert a mondás úgy tartja, ezzel bevarnák a tyúkok fenekét. Ugyanez a tilalom él Luca napján, amelyhez számos más hiedelem és szokás is kapcsolódik. Termékenységvarázslások, termés, időjárás, halál, sőt a férjóslás is. Luca napján, Luca hajnalán kimentek a lányok a kertbe, és ott a szemétdombnak a tetejére állva azt figyelték, hogy melyik irányból ugatnak a kutyák. Azt feltételezték, hogy abban az irányban lakik az ő szerelmük, a jövendőbeliük. Az egyházi év kezdete az advent, a várakozás ideje. A karácsonyi előkészület 4 hete alatt a megtestesülésben közénk érkező Jézus várásának időszaka. Ennek szimbóluma az adventi koszorú, amelynek 4 gyertyája egy-egy fogalmat jelöl. Hit, remény, szeretet, öröm. Olyan apró szimbólumokat emel egy pontba be, amelyek a legtöbb kultúrában a túlélést, az örökkévalóságot jelképezik. A kör, az örökzöld, a gyertya, mint szimbólumok erősítik ezt az időszakot. Szabad-e bejönni de Betlehemmel? Szabad-e Isten dicsérni a pásztor sereggel? Szabad dicsérni. Gyertek, csak ne ijeszgessetek! Az advent időszakában a hagyományok szerint tilos a zajos mulatság, a tánc vagy a lakodalom. Nem úgy a betlehemezés. Ekkor szerveződnek és készülnek fel a betlehemesek, kántálók. Sok helyen advent utolsó hetében indulnak el a fiatalok, hogy házról házra járva vigyék az örömhírt. A legtöbb helyen ma is fiatalok, gyerekek adják elő a betlehemes pásztorjátékot és viszik magukkal a betlehemet. Ebben a népszokásban 2 hagyománykör ötvöződik. A betlehem állítást ezt egyértelműen Szent Ferenchez kötik, hogy amikor visszajött a Szentföldről, akkor a barátainak, meg a közösségének betlehemet állított, de már a 8. században látjuk azt, hogy Rómában, a Santa Maria Maggiore templomban is volt betlehem állítás. Hát az öreg hún van! Beleveszett a moslékba! Mégis öreg testvér, gyere be! Nem megyek, mert a fél méteres útak halbárt a nyakamba akasztják. A betlehemezés az viszont már az ókorban visszanyúlik, hiszen a bolondos énekek azok már Vergilius-tól nyomon követhetők. Nem megyek egy zsinikához. Gyere öreg Betlehembe! Nem megyek egy vaktehembe.
A betlehemezők a Jézus születéséhez kapcsolódó jeleneteket elevenítik meg, amelyben az angyalok keltegetik a mezőn alvó pásztorokat, akik aztán ajándékaikkal az újszülött Jézus elé sietnek. A betlehemezés szokása tájegységenként változó, éppen ezért mindenhol a közösség jellegzetességeit hordozza. A komádi betlehemes például a jelmezek egyszerűségében és a citerás kíséretében egyedi. Nincs az egész jelenetünkben olyan fajta gazdagság, pompa, a jelmezek sem olyanok. Az angyalszárny az egy egyszerű fehér kendő, amivel jelzik az angyalok, hogy ők angyalok és nekik szárnyaik vannak. A betlehem az ünnepre a feldíszített karácsonyfa alá kerül. A fenyő a szimbóluma a meghitt közös örömnek. Magyarországon a 19. század óta állítanak karácsonyfát. A fenyőfa, ami nem is olyan nagyon régi szokás, úgy jelenik meg egy 19. 20. századi család körében, mint a fénylőfa. Az a fa, amely a világosság eljövetelének a hírét hozza, azt, amiben a család körülállva bizakodhat, hogy újra erős lesz a fény. Az ünnep része, hogy a családok templomba mennek, hogy ott közösen hallják az örömhírt, megszületett Jézus, Isten fia, a megváltó. Az Isten az ember iránt érzett szeretetéből egyszülött fiát ajándékozta a teremtett világnak. Ezt követve a szeretet kifejezéseként alakult ki a karácsonyi ajándékozás szokása. Isten az a ajándékozó, aki az ő fiában, Jézusban mindent nekünk adott. És csak azt tud nekünk adni mindent, aki teljesen ezt a szeretetet birtokolja. Ha Jézusnak a szavait nézzük, ő azt mondja, hogy nagyobb szeretete senkinek sincs, mint annak, aki életét adja a másik emberét. És ebben viszont benne van minden. Az Atya az ő fiát adja nekünk karácsonykor, ezt ünnepeljük. Édes Uram, én jó Uram, sejlek élek, regélek. Napot láttam én felkelni, a regölés a téli ünnepkör egyik legarchaikusabb magyar népszokása. A ritmikus ütemű ének a táltosok világában gyökerezik, ami a karácsonyi és újévi köszöntés szokásának magyar változata. Az időben nagyon mélyre menő múltunk őrzi a Jézus Krisztusi jelent. És ez összeér, és a regőseink is erre szólnak. Megjöttek a debreceni regősök! A téli napfordulóhoz kapcsolódó hagyomány a kereszténység elterjedésével karácsony másodnapjához, Szent István vértanú ünnepéhez kötődött. A regősök a hagyomány szerint december 26-ától új évig jártak házról házra, hogy a legények és a felnőtt férfiak bőséget, boldogságot kívánjanak a háznépének a következő esztendőre. Ez férfivé avatás is egyben, tehát aki beáll egy regős csapatba, az a beavatásnak egy fokát éli meg azzal, hogy a teremtő erőket átengedi magán. A regősök ma már újra felkeresik a házak népét, és láncos botokkal a kezükben énekelnek, köszöntőt mondanak. A botnak hangsúlyos szerepe van, ezzel keltegetik a fagyban szunnyadó anyaföldet. Gyakorlatilag ezzel indul az új év, és a regősök pedig azt szeretnék, a botokkal fölverve a földet, megtermékenyítve az anyaföldet, hogy ez az erő, ez termékeny talajra találva, serkentse az új életet majd tavasszal a feltámadáskor. Az, hogy most szilveszterkor ülik az új évet, az egy furcsa szokás, de semmi köze a hagyományhoz. Adjon az Úristen ennek a gazdának 100 kereszt búzát,
száz kereszt rózsot, száz kereszt Árpád, száz kereszt Zabot. Hajj, legyőzhetem, azt is megadhatja, az a nagy úr. A legtöbb regős ének a csodaszarvas legendáját eleveníti fel, valamint Szent István király szellemi örökségét hirdeti, azt a hitet és erőt, amit az államalapító hagyott örökül népének. De ha nem találnál sem vadat, sem madarat, hanem csak találnál csodafiú szarvast, haj, regürejtem, regürejtem, haj! Különösen fontos, hogy a regölés még sötétben, napfelkelte előtt hangozzék el. A rítus legfontosabb része a termékenységvarázslás, amellyel a gazdának és háznépének bőséget, jó termést, termékenységet kívánnak. A szóban benne van a reg szó, ugye az reggeli, sőt az énekekben benne van a hely-haj szó, az pedig azt jelzi, hogy hajnali. Tehát az igazi regősének az igazából reggel hajnalban történik a naptámadattal együtt, akkor bemész valahova, és egy teljesen új életet köszönsz. Nem véletlen, hogy a regülés végén egy férfit egy nővel mindig regülnek, hogy majd farsangban, február például, megtörténjen velük a házasság. Az egek teremtő, csillagok építő, mennek, földnek istene. A megváltó megszületésében kiteljesedett örömmel, ajándékokkal és a regősök jó kívánságaival köszön el a december, és vele az óesztendő, hogy az új évben áldás, bőség legyen a házak népein, a közösségeken és a nemzeten.